legyünk. Na? Békák. Békák. Béka csapat. Kicsik és nagyok közösen ünnepeltek a Bicskei Aladár uszoda 15 éves születésnapján múlt hétvégén. Délelőtt több mint fél százan ugrottak medencébe, délután pedig játékos vetélkedők, sorversenyek, kapura dobás várta a résztvevőket. A célunk az volt a szervezőknek, hogy egyrészt megünnepeljük magát a létesítményt, hogy van nekünk ilyen, mert Eger büszkélkedett azért egy pár 50 méteres uszodával, ezt más város nem mondhatja el. Másrészt meg szeretném, ha olyan is jönnének ezek után, most lejöttek gyerekekkel, szülők például, hogy akkor megszeressék ezt a létformát, tehát a vizet és a mozgást, és akkor hát halljának máskor is. Petrovai József, a város sportreferense felidézte a kezdeteket, amelyben voltak viták, de mint mondta, az eltelt esztendők és az eredmények igazolták az uszoda létjogosultságát. Ez a 15 év olyan gyorsan elrepült, olyan, mint a ma történt volna. Még emlékszem arra az időszakra, hogy még gondolkozunk, hogy nagylaposon, vagy itt épüljön fel a fedett uszoda, és ebből azért hosszú-hosszú hónapokig volt a vita, és hál' Istennek itt épült fel ez a csodálatos uszoda. Egernek nagyon kellett, Eger úszó sportjának, vízilabdának és az úszó sportnak nagyon-nagyon fontos volt, hogy egy ilyen nagy létesítmény épüljön fel. És hát ha megnézzük az eredményeket akár az úszásba, akár a vízilabdába, meg is tettek mindent a sportolóink azért, hogy bizonyítsák, hogy ennek nagyon-nagyon fontos szerepe van. Petrovai József hozzátette, Egerben az országban elsőként vezették be az úszóérettségit, s ha azt nézzük, hány óvodás, iskoláskorú gyermek tanul meg itt úszni, akkor mindenki számára nyilvánvalóvá válik, szükség volt, s ma is szükség van a Bicskeire. A nap folyamán sportbemutatókat is láthatott a publikum, a medence partján a többi között zumbásokat, még a vízben mások mellett a Dr. Bátorfi Agria kerékpár és triatlon klub szinkronúszó szakosztályának közel fél száz sportolóját.